Köszöntöm nézőinket, Önök a Völgységi Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Régészeti nap gyerekeknek, megújultak az utak Bonyhádon és környékén, súlyos viharkárok megyeszerte gyógyítóház Győrében. A Bonyhádi Völgységi Múzeum idén is fergeteges programokkal várta az odalátogatókat a Régészet Napja alkalmából megrendezett gyerekprogramokon. A Magyar Régészeti Szövetség által szervezett országos megmozdulás Bonyhádi állomásaként most a gyerekekre is gondoltak. Rengeteg színes program várta őket ezen a napon. Így játékos módon fedezhették fel történelmünket, és ismerkedhettek meg ezzel a rendkívül érdekes szakmával. Itt most kerámia edények darabjait kerestük, ilyen ásókkal, egy ilyen homok. Van ilyen edényekben, nekem egy ilyen kisebb váza jött ki, voltak benne nem régészeti tárgyak is, tehát cukorkák, lufi, mellettem dolgozónak még egy ilyen kitűző is jött azokból. Hát most már szerintem én nem fogok többet találni, mert már sok ideje nem találtam, de még azért keresek majd. Nem mindennapi meglepetés várta a sok kis lelkes résztvevőt, akik nagyon megörültek, amikor ásás közben kiderült, hogy a régészeti leletek mellett édesség is lapul a föld alatt. Éppen ások. És mit találtál idáig? Régészített tárgyakat, meg sok cukrot. A kincskereső játékon kívül a kicsik részt vehettek még egy érdekes előadáson is, amiből megtudhatták, hogy miről is szól ez a kutató munka. De a kézműveskedés részeként készítettek omega fibulákat, neolit kerámiákat, vagy akár tarsolylemezt is. Mint az köztudott, az antropológia tudománya a régi korok kultúráit dolgozza fel különböző tárgyi leletek alapján. Ezen belül számos olyan aspektusa van, ami a most felnövő generáció számára is vonzó lehet. Ugyanis itt mindent megtanulhatnak, ami az emberi válás folyamatával kapcsolatos. Felfedezhetik különböző korok és embercsoportok hogyan éltek akár több ezer évvel ezelőtt. Akit érdekel a történelem, szeret csapatban dolgozni, és nem ijed meg egy kis fizikai munkától, annak ez egy kiváló életpálya modell lehet. Ma ez egy különleges nap mindannyiunknak, ma tartjuk a régészet napját a Völgységi Múzeumban. Jelenleg a múzeum állományában ketten vagyunk régészek, köztük én, és ez a szívemhez egy nagyon közel álló rendezvény, mert ilyenkor az országos régészet napjához csatlakozhatunk. A honlapon is fönt van a program, illetve a beszámolók azok majd elérhetők lesznek. Ma több különböző speciális programmal kezdődtünk, lesz két része a mai napnak. Az első az a gyerekprogram, a második az pedig a felnőttekre, vagy a tudomány iránt érdeklődő közönségre van kihegyezve. A gyerekprogramoknál fogunk egy előadást tartani, hogy mi ez a régészet, miért van rá szükség, mit csinálunk, mi ennek az értelme, és utána már itt a hátam mögött látszanak az előkészületek. Akik ellátogattak ennek a napnak az előadásaira, sok hasznos ismerettel lehettek gazdagabbak, emellett pedig kitűnő szórakozást biztosított a kisebbeknek, akik így tanulhattak világunk történelméről. Új utak Bonyhád belvárosában és környékén is szalagátvágó rendezvénnyel ünnepelték meg egy nagyobb projekt lezárulását a városvezetők és a kivitelezők a településen.
Hunyhádváros belterületi szakaszát mostanra már szinte teljesen felújították, így olyan járdaszigetek és felületek is kialakulhattak, amikkel kiválthatták a régi használhatatlan részeket. Emellett pedig jelzőlámpás csomópont került kiépítése a Rákóczi utca és a Forberger utca találkozásánál. A megvalósításkor a legmodernebb készülékeket szerelték be, így a vakok és gyengénlátók közlekedését itt már a hangrendszer is segíti. Az elmúlt időszakban a várost azt jellemezte, hogy mindig valamilyen utcafelújítás vagy járdafelújítás zajlott éppen. Most is a városközpontban a város az önkormányzat járdafelújításokat végez. Most pedig egy olyan útátadó ünnepségen voltunk, szalagvágáson, ami lezárt egy nagyobb projektet. Én úgy gondolom a városban élőket, a bonyhádiakat alapvetően nem is érdekli, és ez így van jól, hogy ki a beruházó, ki a kivitelező, ki rendelte meg a munkát, kinek az útja, kinek a feladata, hogy az az út, az a járda jó minőségű legyen, és ez így van rendjén, hanem nekünk városvezetőnek az a célunk és az a feladatunk, hogy akár önkormányzati ingatlanon, önkormányzati tulajdonban lévő úton és járdákon, akár pedig a magyar állam tulajdonában lévő, amit a Magyar Közút üzemeltet, azon olyan minőségben és olyan elvárásoknak megfelelően lehessen közlekedni a mindennapokban, ami biztonságos és ami a balesetmentesen történhet. És nagyon hálás vagyok a kivitelezőknek is, mind a fő, mind az alvállalkozóknak, hiszen minden olyan kérést, ami a felújítás során felmerült az elmúlt hónapokban, azokat meghallgatták, és a kéréseinket abszolút abszolválva végrehajtották, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenkinek a megelégedésére történt a városközpontnak ez a felújítása. Nem mellesleg és legfontosabbat kiemelve részeként azt az új jelzőlámpás csomópontot, amely remélem, hogy a jövőben a balesetmentes közlekedést fogja elősegíteni. Beszéltünk már arról, hogy miért pont jelzőlámpa és miért nem körforgalom, de ha van rá igény, szívesen röviden most is összefoglalom. Közúti mérnökök évekkel ezelőtt már mindkét verziót megtervezték, és egy olyan döntés született a szakemberek részéről, hogy minden útjogi szabálynak megfelelően, a hely adottságainak megfelelően a jelzőlámpás kialakítása van lehetőség. Ez valósult meg, amit már azért néhány hete a városiak, a bonyhádiak és a környékben, akik erre utoznak, birtokba vehetnek és használhatják. A lámpák természetesen, hogyha nem úgy működnek, ahogy azt mi szeretnénk, azokon lehet állítani. Ez egy próbaidőszak, hogyha valami esetleg még komfortosabbá teheti a folyamatos közlekedést, amit ez a jelzőlámpa lehetővé tesz, akkor azt arra van lehetőség a későbbiekben. A felújításnak még egy nagyon fontos része volt az ipari parkban lévő útszakasz bővítése. Hiszen ott egy kanyarodó sáv, egy csomópont épült meg, az pedig azért fontos, hogy az ott működő vállalkozásoknak a mindennapjait segítsük. Örülök annak, hogy ezek a projektnek ez is része lehetett, és az a hiányosság is megvalósulhatott, és ma már szolgálja a vállalkozásoknak a mindennapjait. Úgyhogy csak az örömömet és a köszönetemet tudom kifejezni, és folytatjuk. Mi most éppen járdafelújításokkal, idén soha nem látott mértékű 85 millió forintos keretből, amit Bonyhádváros önkormányzata az úgy a járdájának a felújítására fordít. Ez a beruházás három projektelemből állt össze, és a település és területfejlesztés operatív program keretein belül valósult meg. A bruttó 1 milliárd forint költségű felújítást teljes egészében uniós forrásból finanszírozták. A három projekt közül az első elem az a Hőgyész-Dombóvár összekötő úton Kurd és Döbrökhöz közötti közel 1 kilométer szakasz teljes felújítása történt. A teljes felújítást azt értjük, hogy az út alapoktól a védőrétegig, aszfaltrétegig teljesen fel lett remixálva az egész, újra lett építve, hiszen egy lápos, mocsaras területre épült korábban ez az út, és így az altalajnak a teherbírásvesztés miatt eléggé eldeformálódott az út. És ez mellett megcsináltuk a vízelvezetéseket, árkokat, illetve patkákat, illetve ezen a szakaszon két új szabvány szerinti buszöböl épült ki. Ebben a projektben a második elem az pedig a Bonyhád-Majosdi közötti útszakaszon
épült egy 300 méteres útszakasz felújítása, amely magába foglalta a Bonyhád újipari parknak a csomópontját is. Ez teljes szélességében egy új szabványos csomópont került kialakításra, jobbra, illetve balra kanyarodó sávokkal a közlekedés biztonsági javítására. Ilyen nagymértékű és átfogó munkálatok után az autósok és gyalogosok már sokkal modernebb és biztonságosabb utakon közlekedhetnek. Ezzel is könnyebbé válnak a mindennapok a bonyhádi és a környékbeli lakók számára. Térségünkben az elmúlt hetekben egy sekély ciklon uralkodott a légtérben. Egy-egy vihar hirtelen olyan nagy mennyiségű vizet zúdított több falura is, hogy a kétségbe esett lakók csak tehetetlenül szemlélhették, ahogy mindent elvisz az ár, ami az útjába kerül. Autó a vízzel vezető árokban, térdigérő sár és hordalék, rengeteg iszap a házak pincéiben. Ez maradt kétjen a mindent felforgató árhullám után. A falu lakói nagyon megijedtek, mivel ekkora rombolás nem láttak ott emberemlékezet óta. A főútról, meg a Hegedű Gyula utcából, meg itt megy egy kis utca, összecsapott a víz, hogy itt mi volt előttünk, hát ez katasztrófa. Hát ilyet én még 70 évet elmúltam, de még ilyet nem láttam. A polgármester azt mondja, szerencse a szerencsétlenségben, hogy a víz, ahogy jött, úgy el is vonult. Így egyből neki tudtak állni a sáros hordalék eltakarításának. Azt mondja, hasonlót csak a 70-es években látott, de még az a felhőszakadás sem okozott ekkora bajt. Egyszerre érkezett. Tehát látni a videófelvételen, hogy nem úgy volt, hogy esik az eső, emelkedik a víz, hanem egyszer csak ez a nagy ár rászakadt a Kossuth utcára, és innentől fogva elindult a lavina. Jött a Hegedűs Gyula utca és a Dózsa utca és a Kultúr mögötti részen kötött ki, és ezt az óriási vízmennyiséget nincs az a vízelvezető árok, amelyik meg úgy tudja kezelni, hogy ebbe kár ne keletkezzen. És mivel nagyon nagy volt a víz sodrása, mindent vitt, amit tudott. Betonvirágládát, tehát amit markológéppen rakunk, traktunk a helyére, azt fogta és 20 méterre arrébb vitte. A község vezetője szeretne minden lakónak segíteni, és egy Viszmajor pályázattal finanszírozni a károk helyreállítását, ezért sorba végigjárja a falu házait, hogy felmérhesse, mekkora összegre lesz szükség a javításokhoz. Az utóbbi napok rendkívüli időjárása számos más településen is hasonló károkat okozott. A választókerületemben egyébként több településen, például itt Kunarasban, de láthattuk azt, hogy Döbrököz hasonló eset volt, illetve kicsit távolabb Kéty, ami szerintem a legsűrűsebb helyzet ott alakult ki. De több településen, illetve majdnem mindenhol volt eső, csak nem ilyen nagy mennyiségű és ilyen rövid idő alatt. Most Dombováron vagyunk, Dombovár Gunaras üdülő övezetében, ahol annak idején jó 60 évvel ezelőtt, amit elkészítettek, átereszek, igazából szűknek bizonyulnak. Ekkora mennyiségű vizet nem tudnak a több száz vagy lehet ezer hektáros területről levezetni. Ott is egyébként el kellene gondolkozni azon, hogy jó-e az, hogy ekkora területeket együtt vagy beszántanak és művelnek, nem törik meg ezt a területet több kisebb területre annak érdekében, hogy a csapadékvizet is meg tudják fogni. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is elmondta, ebben az esetben több tényező együttesen játszott közre abban, hogy így el tudta árasztani a víz a település részt. Úgy véli, erre mi hamarabb megnyugtató megoldást kell keresni úgy, hogy a vízügyel és az érintett gazdálkodókkal meg kell vizsgálni az átereszeket és a földterületet. Nyilvánvaló kell az áteresz méretén változtatni. Szerintem a gazdáknak is el kell gondolkozni azon, hogy ekkora területeket szabad-e így egy növénykultúrával bevetni. Ráadásul most az is volt a gond, hogy például nem búza vagy árpa volt ott, vagy mondjuk lucerna, hanem kapás növény, tehát kukorica, és az még igazából nem tudja így június elején megfogni ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Az áradat több épületet is veszélyeztetett. Most még csak eltakarítandó hordalék maradt, de legközelebb már nem biztos, hogy ilyen szerencséjük lesz a lakóknak, akár tetemes kár is érheti mind az ingatlanokat, mind az utakat.
hirtelen ezúdoló csapadékvíz nehezítette meg június 6-án Tolna vármegye több járásának településének a lakóit is. Itt a Paksi, valamint a dombovári járásokban kellett jellemzően a tűzoltóinak is vonulnia. Összesen 11 eseményhez riasztották a tűzoltót, pontosabban 11 eseményhez vonultak a tűzoltóegységek. Több riasztásuk is volt, viszont a villámárvíz gyakorlatilag ugye ez hirtelen érkezik, és egy kicsit hosszabb lefolyással, míg ez a csapadék el fog szivárogni, viszont voltak olyan helyszínek, ahol gyakorlatilag ezek önmagától hogy felszámolásra került ilyen értelemben egyébként az ott történő károk. Amit tudni kell erről, ahogy mondottam is, ugye ez hirtelen érkezik, hirtelen zódul, ezt a hatalmas nagy mennyiségű csapadékvizet valamilyen szinten el is kell vezetni. Nyilván vannak egyébként erre rendszeresített vízelvezető árkok, akár itt a háztartások környékén is, vannak különböző átereszek. Ezeket célszerű tisztán tartani annak érdekében, most akár a fűvágásra gondolok, vagy a zöld hulladéknak az eltávolításáról, illetve ezeknek a vízátereszeknek ott szokott még jellemzően felgyülemlen egyébként ilyen-olyan hordalék, azokat is érdemes akár kézzel, vagy bármilyen másik eszközzel még, ami a kezünk ügyébe akad, így eltávolítani. A szakember elmondta, hogy ezzel megkönnyíthetik a csapadékvíz gyorsabb elfolyását, de azt is fontosnak tartja, hogy figyeljük az időjárás előrejelzést, és ha szükséges, gépkocsinkat vigyük egy magasabban fekvő területre. Tolna vármegyében egyébként a riasztások során jellemzően a pincékben alagsorokban felgyülemlett vizet kellett elektromos szivattyúval eltávolítani a katasztrófavédőknek. Emellett még leszakadt faágak, kidőlt fák miatt kellett intézkedni az egységeknek. A Gyürei Egészségmegőrző Egyesület áldozatos munkájának köszönhetően megnyithatta kapuit az egészségház. A falu apraja nagyja ellátogatott a házavató ünnepséggel egybekötött családias rendezvényre, ahol számos remek dolgot próbálhattak ki. A község lakóinak nagy örömére végre megnyithatta kapuit az Egészségmegőrző Egyesület gyógyítóháza, ahol nagy szeretettel várják a fit és élettel teli életmódra vágyó lakókat a kisgyerekektől egészen az idősekig. Ők mindig támogatnak engem, és én is támogatom őket, ezért jöttem el örömmel a bemutat, vagy a megnyitóra, itt leszek egy darabig. Mindent megnézek, és aztán megyek haza, és majd többször fogok jönni. Mindenféle kezelésre, mert sajnos én is elég idős vagyok sok problémával, és ezért is jó, hogy ez a hely itt van. Az egyesületnek 2 évvel ezelőtt pályázati úton sikerült ingatlanhoz jutni, amit példaértékű összefogással felújítottak, így végre megvalósíthatták tervüket, hogy az emberekhez közelebb hozzák az egészségtudatos életmódot. De ez a ház még akár egy közösségi házként is funkcionálhat, mert nagyon sokan vannak, akik várták már, hogy legyen egy hely, ahol összejöhetnek. Nagyon örülök neki, mert most van egy hely, ahova lehet jönni. Régen várt a község erre, vagyis az emberek mi, hogy legyen egy ilyen, ahova bátran jöhetünk. Itt sok minden megfér. Egészségügyi előadásukat már előzőleg is volt, de így akkor most van helye végül is, és hát ez az épület, hogy pályázatján megkapták, ez nagyon jó, mert ez egy elhanyag volt, lehet mondani, hogy egy patkánytanya volt régebben, és ez a Juditka többi munkatársával, vagy az egyesület többi tagjaival együtt, hát ez év varázs volták, tehát végül is nagyon, nagyon lelkesek, tehát minden nap, mert előttünk jöttek el, és minden nap jöttek, és hol ezzel, hol azzal, tehát mindig valamivel, hogy elkészüljön, és én is már voltam, többször voltam itt, és örülök, amikor látom, hogy most ezzel is szépült. Én
ide jöhetünk, és jövünk is, én úgy gondolom, én is szeretnék jönni, annak ellenére, hogy idősebb vagyok, meg minden, de én is akarok, és mindig akarok tanulni, és itt meg lehet már az egészséggel kapcsolatos, ugye egészségmegőrző egyesület, és hát már voltunk is előadásokon, gyakorlatban is kipróbáltuk, úgyhogy hát én csak jót tudok mondani, és örülünk neki, örülünk ennek a szép napnak. Ezen a napon mindenki ingyen vehetett részt masszázson, csontkovácsoláson, energetikai kezelésen. A gyerekeket pedig csillámtetoválás, arcfestés, kézműves foglalkozás is várta. Délután még rendőrségi bemutatót is tartottak, és habparti is volt a kicsiknek. Ennek a háznak a létrehozásakor az volt a cél, hogy legyen egy hely, ahová elvonulhatnak az emberek kikapcsolódni, gyógyulni. Mi 9 éve alakultunk, és ugye nagy tervünk volt, hogy saját önálló házunk legyen, egy gyógyító házunk. Ez 2 éve sikerült a Bertalan Alapítvány segítségével. Nyertünk egy pályázatot, meg tudtuk vásárolni a házat, és azóta mi magunk önkéntesekkel és az egyesületi tagokkal felújítottuk. És hát szeretnénk mindenféle, ami az egészséggel kapcsolatos dolgot csinálni, jogázni, tornázni, időskori tornát, gyerekjogát, akkor ilyen mindenféle gyógynövényes dolgokat. A 9 éve fennálló egyesület szívesen fogadja új tagok jelentkezését is. Aki szeretne egy összetartó családias közösség tagja lenni, energetikus, egészséges életet élni, azt nagy szeretettel várják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!